Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Stúdiónk mai vendége Boldog István országgyűlési képviselő. Köszöntöm Önt, és köszönöm, hogy ismételten elfogadta a televíziónk meghívását. Tisztelettel köszöntöm én is Önt és a televízió nézőket is. A mai műsorunkban az elmúlt egy hónap legfontosabb eseményeiről, aktualitásairól fogunk beszélni, országos, illetve helyi szinten. Öt párti megbeszélésre hívta össze országgyűlési képviselő úr a frakciók képviselőit a kistelepülési polgármesterek bérrendezésével kapcsolatban. Mit tudhatunk a megbeszélés részleteiről, hogyan zajlott? Kósa Lajos frakcióvezető úr felkérésére hívtam össze az öt párti megbeszélést, és azt kell mondjam, hogy egy igazi szakmai megbeszélés volt, ahol minden párt képviselője kiemelte, hogy fontosnak tartja, hogy az 1500 fő alatti települések, lélekszám alatti települések polgármestereinek rendezzük a bérét, hiszen a 2014-es választások előtt, aki polgármester volt és újra választották, azoknak bizony település lélekszámtól függően 50, 100, akár még 150 ezer forinttal is csökkent a bére. És gyakorlatilag sem ő, sem a település lakosai nem tehetnek arról, hogy a törvény változásával ez bekövetkezett. Ráadásul az ő munkájuk nem lett rosszabb, hogy csökkenjen a bérük, és nyilvánvalóan ezt helyre kell tenni. Elég régóta próbálok tenni azért, hogy ez sikerüljön. Gyakorlatilag tavaly decemberben már próbált a Fidesz frakció és a kormány ezen változtatni, de sajnos akkor egyetlen ellenzéki képviselő sem volt, aki mellettünk szavazzon, és miután a törvény kétharmados, így hiányzott 2-3 szavazat ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a módosítást. Most Kósa Lajos frakcióvezető fölkért arra, hogy próbálják egy olyan egyességet kötni a frakciókkal, amit utána, hogyha aláírtak, akkor a parlamentben mindjárt megszavaznak. Gyakorlatilag a megbeszélésnek az lett a vége, hogy nekem van bent egy folyó módosításom a kistelepülési polgármesterek bérrendezésére. Ehhez csatlakoznak a frakciók, reményem szerint mind a négy frakció. Egy frakció volt, aki azt mondta, hogy nem tudja, hogy önálló indítványt szeretne tenni, úgyhogy csináljunk egy önálló indítványt. A többiek egyetértettek azzal, hogy most már az ott van a ház előtt sokkal gyorsabb, és így január 1-jével életbe léphető, hogyha most én hozzám csatlakoznak. Tehát csatlakoznának előterjesztőként az én indítványomhoz, és ezt az indítványt formálnánk úgy át, ahogy az öt párti megbeszélésen kialakítottuk. Ha minden jól megy, akkor a szakértőink ma elküldik a pártoknak azt a tervezetet, amiben megállapodtunk. Hétfőn 11 órakor tartunk újra öt párti megbeszélést, és ennek a végén már szeretném, hogyha előterjesztőként becsatlakoznának hozzám. Ezt én oda tudom adni frakcióvezetőnek, aki pedig miután itt az ország költségvetését is érinti, még a kismértékben is ez a módosítás, a kormányfővel, illetve a kormánnyal megtárgyalja ezt, hogy az ország költségvetésében a jövő esztendőben ez hogyan illeszthető be. Körülbelül ennyi a lényege az egésznek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. 2139 1500 fölötti település van, azaz 2139 településen csökkent a polgármesterek bére. Nem számít, hogy a polgármester társadalmi megbízatású vagy főállású, mindenképpen csökkent a bére itt a polgármestereknek, és ezen én azt gondolom, hogy módosítani kell. Megvan az öt párti egyetértés, remélem, hogy ez amikor majd szavazunk róla, akkor is meg lesz. Ha visszatekintünk az elmúlt hetek eseményeire, nagyon fontos szót ejtenünk az alaptörvény módosításáról is. Mik ezzel kapcsolatban a legfrissebb fejlemények, mikor fog szavazni a parlament, illetve mi a véleménye a Jobbik álláspontjáról? Hát ugye, ha minden igaz, akkor kedden fogunk szavazni, tehát november 8-án szavazunk az alaptörvény módosításáról. Ez egy nagyon-nagyon fontos módosítás. Azt gondolom, hogy Magyarország védelme szempontjából egy döntő lépést tehetünk előre, egy olyan lépést, amelyel az alaptörvényben, egy nagy kétharmados törvényben garantálhatjuk azt, hogy Magyarországra a magyar emberek, a magyar országgyűlés felhatalmazása nélkül nem lehet embereket betelepíteni. És azt is kimondjuk, hogy az Európai Unió bármilyen szabálya az alárendeltje a magyar alaptörvénynek, tehát a magyar alaptörvény az erősebb jog, mint bármi, amit az Európai Unióban hoznak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tétel ennek a
módosításnak hosszú távon is fontos, hiszen most csak a kötelező betelepítésnél próbálkozott meg az Európai Unió azzal, hogy ránk kényszerítsen valamit, amit mi nem akarunk, és 3.300.000 embernek a szavazata kell ahhoz, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot az Európai Unióval szemben, és ezzel az akarattal szemben, de az az igazság, hogy hosszú távon bármikor lehetnek még olyan kérdések, amiket az Európai Unió erős államai megpróbálnak a kisebb államokra vagy a gyengébb államokra rákényszeríteni, és ilyenkor bizony nagyon fontos az, hogy mindig el tudjuk mondani, hogy a magyar alaptörvény az erősebb, mint bármelyik Európai Uniós szabály. Magyarországra a magyar alaptörvény vonatkozik, és ha mi nem akarunk valamit itt bevezetni, amit az Unió bizottsága vagy bárhol kitalálnak, akkor az bizony az alaptörvény értelemben nem kell bevezessük. Ez szerintem hosszú távon, még egyszer mondom, ez nagyon fontos. Ami a Jobbik álláspontját illeti, hát az teljesen megdöbbentő. A cukiság kampány, az úgy látom, hogy teljesen elvette az eszüket. Azon kívül, hogy én már a népszavazási kampányban is elmondtam, azt gondolom, és én mindig kifejtettem a véleményt erről, hogy azért mégiscsak felháborító, hogy egy valamikori nemzeti párt, tehát most már nyugodtan mondhatjuk, hogy valamikori nemzeti párt, hiszen gyakorlatilag az SZDSZ pozíciójába kezdenek lavírozni, egy valamikori nemzeti párt egy fontos nemzeti kérdésben először is nem áll oda, és nem kampányol, és nem arra biztatja a híveit, a szavazóit, hogy menjenek el szavazni, hanem jól látható módon azokban a városokban, ahol ők vezetik a városokat, azokban a városokban a legkisebb részvételek vannak szinte az országban. Tehát látszik, hogy nem mozgósítottak, az önkormányzatok nem tettek meg mindent azért, hogy meglegyen ez a kampány, és hogy elmenjenek az emberek szavazni. Ez alól Törökszent Miklós kivétel, de Törökszent Miklós nem azért kivétel, mert az ottani jobbikos önkormányzat nagyon kampányolt, hanem mert ebben a körzetben összefogtak a polgármesterek, és ebbe a jobbikos polgármester is beszállt. Tehát csak ezért kivétel Törökszent Miklós, én azt gondolom, meg azért, mert hatalmas energiákat fektettünk arra, hogy a választókörzet legnagyobb településén megmozgassuk az embereket. Tehát ők már eleve nem kampányoltak. Egy fontos nemzeti kérdésben nem azon voltak, nem tettek meg mindent azért, hogy az emberek elmenjenek szavazni, nem álltak ott a piacon, nem küldtek ki leveleket. Abban a 3-4 hétben, amiről a kampány szólt, még a szokásos újságjukat se dobálták be, az ingyenes újságokat a postaládában, amire legalább felszólították volna az embereket, hogy menjenek szavazni. Tehát mindent megtettek, gyakorlatilag, hogy elszabotálják ezt a kérdést. Ugye Vona Gábor előre megmondta, hogy ha nem lesz meg az 50%, akkor Orbán Viktornak le kell mondani. Ez burkoltan arra szólította fel a híveit, hogy ne menjetek el szavazni, mert akkor nem lesz meg az 50%, és lemond a kormány. Tehát ezt mindenki tudta, hogy ostobaság, csak Vona Gábor nem tudta ezt, hogy ostobaság a kijelentése szerintem, vagy hogy mondjam, ez már olyan aljas mértékig, olyan aljas dolog volt, hogy nagyon. Tehát ők nem kampányoltak. Holott annak idején Vona Gábor vetette fel először a népszavazás kérdését. Amikor mi behoztuk a népszavazást, akkor rögtön alaptörvényt akart módosítani, és őt azt is kijelentette, hogy aki nem szavazza meg az alaptörvénymódosítást, az hazárló. Hát november 8-án ki fog derülni, hogy a Jobbik hazárló, vagy nem hazárló. Az, hogy már nem nemzeti párt, az teljesen egyértelműen kiderült, hiszen az összes olyan nemzeti értéket szép lassan megtagadják, amit el mellett eddig kiálltak. Az összes nemzeti radikálist lassan kitolták a párt vezetéséből, szép lassan már a pártból is, és nem állnak ki a nemzeti értékek mellett, nem állnak ki a magyar alaptörvény módosítása mellett. Zsarolni próbálják a kormánypártot. Jól tudjuk, hogy melyik párt volt a magyar történelemben, aki mindig zsarolta a kormánypártot, ez az SZDSZ volt. Az folytatott ilyen kétszínű liberális politikát, ők is mindig cukik akartak lenni, hát szerencsére eljött az az időszak, amikor már kiestek a magyar parlamentből ezek az SZDSZ-es liberálisok, remélem, hogy soha nem is fognak oda visszakerülni, legalábbis 5%-os pártként, mert egy képviselőjük ugye a Fodor Gábor az ott ül benne a parlamentben, mint a nagy baloldali összefogásnak az egyik képviselője, bár ha most jól látom a tárgyalásaikat, akkor most éppen nem fog bekerülni, mert nem veszik be a baloldali összefogásba. Tehát én elítélem a Jobbikot, teljes mértékig elálltak a nemzeti oldaltól, és egy ilyen cuki mindenkinek, főleg a baloldali szavazóknak megfelelni kívánó pártá váltak.
ez természetesen nem vonatkozik minden Jobbik tagra, mielőtt félreérteni meg szimpatizánsra, mert nem a szimpatizánsok álltak el, hanem a párt legfelsőbb vezetése. Itt Mezőtúron, meg az országban azok az emberek, akik hittek a Jobbiknak a nagy nemzeti, radikális, mindent megváltoztatunk, mindent jóvá teszünk, elszámoltatjuk a Simicskát, az Orbánt és mindenkit, akik ebben hittek, azok egy része ma is hisz nekik. Csak hát az a helyzet, hogy például a Simicska elszámoltatás odáig jutott, hogy a Simicska médiájában, sőt most már az ATV-be járnak ezek a politikusok. Lassan oda jutunk, hogy a Vona Gábor az RTL meg a TV2 sztárja lesz, aminek ő ugye azt mondta, hogy ha kormányra kerülnek, akkor a földdel teszik egyenlővé, és még be is hinti sóval. Tehát eddig jutott el a Nemzeti Radikális Párt, hogy ma abba a TV-be jár, amit ő meg akart szüntetni. Mondom még egyszer, természetesen nagyon sokan hisznek még bennük, vannak még olyan nemzeti gondolkodási emberek, akik hisznek abba, hogy hát ez csak egy kicsike politikai eltévejedés, meg hasonlók, de nem, ez egy tudatos stratégia, mint a Vona Gábor, aki ugye maga megmondta, hogy elvette a párt lelkét, gyakorlatilag folytat, és hát sajnálatos módon a megyebeli, úgymond vezető jobbikos politikusok is mennek vele, és nem szabnak gátat annak, hogy egy igazi nemzeti radikális pártból egy ilyen liberális cuki pártot csinált. Én nagyon sajnálom, hiszen azért nekem sok jó ismerősöm volt a Jobbikban, talán mondhatom azt is, hogy van, de hát a legnagyobb csalódás szerintem nekik okozott ezzel Vona Gábor. Nekem nem okozott csalódást, főleg azóta nem mióta bent vannak a parlamentben is. Találkoztunk néha. A nemzeti máz azóta úgy látom, hogy erejében lekopik róla. Még egyszer mondom, sajnálom azokat az ismerőseimet, akik hisznek abban még mindig, hogy a Jobbik az egy nemzeti párt, mert már régen nem az. És hát kedd az igazság napja lesz, azt gondolom, amikor majd szavazunk az alaptörvényről. A jobbikosok aláírtak egy nyilatkozatot Vona Gábornak, amelyben megfogadták, hogy ők semmiképp nem szavazzák meg az alaptörvénymódosítást, csak akkor, hogyha a letelepedési kötvényt eltűli a kormány, azaz ezt a zsarolást próbálják vinni. A letelepedési kötvény az egy gazdasági kérdés, nem betelepedési kötvény, tehát nem az a 2000-valahány száz ember, aki ilyen alapon letelepedési kötvénye jöhetett Magyarországra, az veszélyezteti Magyarországot, akik 4-5-szörös ellenőrzésen estek át, hanem Magyarországot az veszélyezteti, hogy több mint 1,5-2 millió ember bejött Európába határokat áthágva, nem regisztrálva, nem tudjuk, hogy kicsodák, nem tudjuk, hogy nektek, és ezeknek egy részét az Európai Unió most Magyarországra akarja visszatenni. Ez a veszély, ez ellen kell az alaptörvény. Ez ellen szavazott 3.300.000 ember, és ez ellen kell az alaptörvényt módosítanunk, hogy ne tudják az Európai Unióban az illegális bevándorlókat ide visszatelepíteni. A letelepedési kötvény egy gazdasági kérdés, ebben nyilván fog hozni majd a kormány egy döntést, amit a parlament is meg fog támogatni, de ezt a kettőt nem lehet összekapcsolni. Az az igazság, hogy Vona Gábor kereste az indokot, hogy miért ne szavazzák meg az alaptörvénymódosítást. Elmúlt a nemzeti érzés náluk, most már jött a nemzeti cuki párt, ugye? Sőt, most már azt hiszem, hogy a liberális cuki párt az következett be. Sajnálom, én abban bízom, hogy talán lesz egy-két olyan képviselő közülük, aki megszavazza. Még abban is bízom, hogy talán a mi körzetünkből, az LMP-ben ülő Sallai Erbenenekben föltámad annyi nemzeti érzés, én kérném is rá, hogy bizony a magyar emberek védelme az fontosabb lesz számára, mint a liberális gondolkodásmód és a kormány elleni tiltakozás. Mert ez az alaptörvénymódosítás nem a kormányról szól, nem a kormánypártokról szól, ez a magyar emberek megvédéséről szól, és minden egyes az országgyűlésben ülő képviselőnek egyébként kötelessége lenne ezt megszavazni, mert 3.300.000 ember kérte azt, hogy már pedig ezt a törvénymódosítást vigyük át. Úgyhogy én innen is, ha véletlenül valaki nézi ezt a televíziódást a képviselők közül, arra kérem őket, hogy szavazzák meg, és a Jobbik szimpatizánsait is, és az LMP szimpatizánsait is arra kérem, hogy biztassák az országgyűlési képviselőiket, hogy kedden, amikor szavazunk az alaptörvényről, akkor igenis szavazzák meg, mert nagyon fontos az, hogy az alaptörvény így módon módosuljon, és meg tudjuk védeni a magyar embereket. Elnézést kérek, hogy hosszabb voltam. Hogyha áttérünk a megye úthálózatára, milyen fejlesztésekre
illetve felújításokra számíthatunk a közeljövőben, illetve hogy állnak a jelenlegi fejlesztések? Hát ugye, aki jár a 46-oson, az látja, hogy befejeződött a 46-os felújítása, illetve befejeződött a Mezőhék mezőtúrútnak a 6 kilométernyi szakaszának a felújítása. Itt november végén, december elején az átadás várható. Kunszentmártonnál is már majdnem befejeződött a 44-esnek a behajtott, a Kunszentmártoni lekanyarodó csomópontjának az átalakítása, az is lassan befejeződik. Tehát ezeknek az átadása november vége, december eleje, amikor hivatalosan is át lesznek adva a forgalomnak. Én azt gondolom, hogy aki ezeken az útszakaszokon közlekedik, az láthatja, hogy egy jó minőségű, sokkal balesetmentesebb, biztonságos utat sikerült kialakítani, és erre törekszünk a jövőben is. Természetesen lehet mondani, hogy hány rossz út van még, de bele kell abba gondolni, hogy ezeknek az utaknak a karbantartását évtizedekig elhanyagolták. A mi kormányunk volt az első, amelyik komolyan nekifogott annak, hogy minden esztendőben komoly költségvetési forrásokat biztosít arra, hogy ezeket az utakat felújítsuk. Ez így lesz jövőre is. Gyakorlatilag a top pályázatok keretein belül meg fog újulni a Mezőtó Turkeve, a Kuncsorba Turkeve út, ez két nagyon fontos összekötő út és két nagyon rossz állapotban levő út, illetve Martfűn lesz egy belterületi szakasza a Martfű-Mezőhék útnak, ami meg fog újulni, és a Szelevényi bekötő út is meg fog újulni. Ez a top pályázatok keretein belül a körzetünkre jutó keret, ez egy nagy keret, gyakorlatilag a top pályázatokon belül mi hozzuk ki a legtöbb pénzt egyébként az útfelújításra. A következő terv az egy 100 milliárdos útfelújítási keret országosan, amelyből például a mezőtúron a 46-os belterületi szakaszának egy jelentős részének a felújítására is jutna, mert egyéb más útszakaszok mellett. Én azt gondolom, hogy látva a költségvetés állását, az ország költségvetésének állását, hogy erre reális esély van, hogy ez is meg fog történni jövőre. Amennyiben már biztosat tudok, akkor természetesen arra is be fogok számolni. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy például mondom a Mezőtúr belterületén az úthálózat megújuljon. Rajta vagyunk és dolgozunk azon, hogy a Törökszentmiklós Martfű közötti útszakaszt, ami óriási kamionforgalom van, minél előbb megkapja a 3-számjegyűsítést, és ennek megfelelően kerüljön az út átépítésre, mert az is egy nagyon fontos dolog lenne. Ezen kívül a 44-es út gyorsforgalmunknak az építése rövidesen el fog kezdődni, illetve a 4-es útnak az építése Budapesttől Törökszentmiklós felé, az is el fog kezdődni. A reményem szerint jövő nyár környékén már a leállított törökszentmiklósi szakaszon is megkezdődnek a munkálatok, addigra megtörténik az elszámolás, és túl leszünk a közbeszerzésen is, és elkezdődhetnek a tényleges munkák, illetve folytatódhatnak a tényleges munkák a leállított szakaszon is. Úgyhogy sok feladat lesz jövőre, sok kilométer utat fogunk felújítani, én abban bízom, hogy ezzel elégedettek lesznek a választópolgárok is. Én, amit ígértem a választásokkor, abból már csak 3 kilométer hiányzik, ez a Mezőhék mezőtúrúton, ez is a jövő esztendőben el fog készülni. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából országszerte több megemlékezést is tartottak, így a megyében is, és országgyűlési képviselő úr több megemlékezésen részt vett térségünkben, illetve Budapesten is járt. Hogyan telt ez október 23-a? Hát mozgalmas volt, ugye, mert a megyében is, illetve a térségben is több településen nagyon szép ünnepségeken vettem részt, sőt volt, ahol ünnepélyi köszöntőt is mondtam. Én azt gondolom, hogy a magyar történelem egyik legszebb időszakáról emlékeztünk meg, legalábbis az október 23-ai és az utána következő forradalmi rész, a pesti ifjúság tettei, a vidéki emberek összefogása, hogy segítsék a forradalmárokat, ez megmutatta a magyarság erejét. Természetesen a hatalmas szovjet túlerő mind létszámban, mind harci eszközökben legyőzte a forradalmat, de a forradalom eszméje az megmaradt, és ennek az eszmének köszönhetjük azt gondolom, hogy eljutottunk 1989-ig, és ma pedig már elmondhatjuk, hogy békében és elnyomó csapatok Magyarországon állomásozása nélkül élhetünk ebben az országban. Persze nehéz erről beszélni és megértetni a mai fiatalokkal, akik nem éltek a Kádár rendszerben. Maximum a szüleiktől, nagyszüleiktől hallhatnak róla, hogy milyen volt a Kádár rendszer, de
javaslom mindenkinek, tegnap este néztem meg egy kicsit kordokumentumnak is nevezhető, bár szörnyűséges filmet, ami a körzetünk egyik városáról szól, ez a Madfű Rém című film. Tegnap volt a premier előtti bemutatója Madfűn, hatalmas siker, óriási teltház és hatalmas siker volt. Meg kell mondjam őszintén, hogy a film nagyon megdöbbentő. Jól bemutatja egyébként annak a kornak a működését, hogy hogyan működött a rendőrség, hogy hogyan kérték fel az egyik rendőrt, hogy figyelje meg a másik rendőrt, hogy a harmadikat, hogy az elsőt, hogy hogyan tusolták el az eseteket, hogy a rendszer nem lehet befeketíteni azzal, hogy sorozatgyilkos van, és a gyilkosságokat szét kell szedni, hiába sorozatgyilkos. Tehát tényleg nagyon-nagyon jól bemutat mindent ebből a korból, azt gondolom. Viszont elborzasztó jelenetek is vannak a filmben természetesen, hiszen ez mégiscsak egy gyilkosság sorozatról szól ez a film, egy brutális gyilkosság sorozatról. Tehát aki egy ilyet megnéz, az talán egy picit most nem a gyilkosságokkal, hanem a rendszer működésével kapcsolatosan belelát abba, hogy milyen is volt 1956 előtt a magyarok élete, és milyen volt 1956 után. Nem sokkal volt jobb egyébként 1956 után, annyi, hogy nem söpörték úgy a padlást, egy kicsit könnyebb volt a rendszer. De igazából ugyanaz a rezsim volt, akik, ha valami nem tetszett politikailag, akkor azt sírkeresen eltüntették azt az embert, vagy bebörtönözték azt az embert. Hogyha nem állt be a sorba, akkor nem hagyták érvényesülni. Ilyen volt az én édesapám, aki nem volt hajlandó belépni a pártba. Ezért aztán nem érvényesülhetett soha, mesélhetném az apósom esetét, aki azért nem lehetett soha életében vadász, mert szintén nem volt hajlandó belépni a pártba, és csak az lehetett vadász, az kapott vadászengedélyt, aki belépett a pártba. Ez egy ilyen világ volt. Ma már ezt a fiatalok, föl se fogják, hiszen ma mindent szabad, úgymond. A mai világban már maximum az embernek a pénztárcája és a fantáziája akadálya az álmainak. Abban a világban a politika is akadálya volt, és a rendszer is akadálya volt az emberek álmainak. Ugye nem lehetett például nyugatra utazni, ez is egy óriási bezártsága volt az embereknek. Abban a világban elképzelhetetlen volt, hogy elvégzi a fiatal az egyetemet itt Magyarországon, és utána elmegy egy-két évre, vagy háromra, vagy négyre valahova Angliába, Németországba dolgozni. Nem lehetett, ugye, ez szó se lehetett róla. Tehát ezért mondom, hogy nehéz a fiataloknak ezt talán fölfogni, nehéz nekik megismertetni, de én abban bízom, hogy az idei rendezvény sorozata 60. évforduló kapcsán azért sok olyan programot hozott, amiben őket is be lehetett vonni, és talán ők is megismerhették ezt a kort. És hát nagyon szép volt a budapesti megemlékezés, ugye, ahol azért ott ültek az 56-osok, lengyel államfő, magyar államfő, miniszterelnök úr mondott beszédet, nagyon szép megemlékező műsor volt, és hát rengetegen voltunk, óriási érzés volt. Az, hogy egy kis, közjáték is kísérte ezt a rendezvényt, és például az én hátam mögött egy láthatólag részeg, vagy kábítószer alatt lévő fiatalember próbált csípolgatni, akit utána egy éppen a szomszéd utcában lakó pesti családos ember odament és leállított, hogy már pedig hagyja őt meg a családját, a gyermekét nyugodtan ünnepelni, az egy másik dolog. Mindig vannak olyanok, akik megpróbálják tönkretenni a mások ünneplését, állítólag a demokrácia jegyében. Mindig úgy gondolják, hogy nekik minden szabad, mert a demokráciában minden szabad, csak azt nem veszik figyelembe, hogy hát a másik embernek is akkor szabad. És ha a másik ember ünnepelni akar, akkor neki a nyugodt ünneplés, ez van joga ahhoz, ahogy ő szeretné, úgy hallgasson meg mondjuk egy ünnepséget, és ne egy részeg ember fütyülését hallja ahelyett, hogy hallaná, ami a színpadon történik. A vége az pedig, hogy a magyar, illetve a lengyel himnuszt és a széke himnuszt kifütyülték ezek az emberek, az pedig megmutatja azt, hogy ezeknek az embereknek nincs nemzeti hovatartozása, bármit mondhatnak is. Aki kifütyüli a magyar himnuszt, a széke himnuszt, meg egy lengyel himnuszt, aki egyáltalán himnuszt kifütyül, az az ember az gyökértelen. Annak nincs igazi nemzeti érzése nem lehet. Egy magyar ember a nemzeti himnusz alatt vigyázva áll és énekli a himnuszt. És nem fütyül. Aki fütyül, annak nincs köze érzelmileg ehhez az országhoz. Lehet, hogy az van beírva az igazolva, hogy a magyar állampolgár,
de igazi magyar érzelmei, igazi magyar kiállása egy ilyen embernek az én meggyőződésem szerint nincs. Voltak ilyenek, 50-en, 100-an, mi meg voltunk 10 000-en, 20 000-en, nem tudom, sokkal többen szerencsére, és én abban bízom, hogy mindig is sokkal többen leszünk akiknek van nemzeti érzése, akik úgy gondolják, hogy Magyarország egy független szabad állam, ahol annak is joga van a megemlékezésre, aki szépen meg akar emlékezni, és nem csak annak van joga, aki meg akar zavarni egy megemlékezést. Ez nagyon fontos. És még egyszer mondom, aki a nemzeti himnusz kifütyöli, annak lehet, hogy van magyar állampolgársága, de nincs magyar érzelme, és nem igazi magyar ember. Beszélgetésünk végén egy-két pói eseményről is szót kell ejtenünk, ugyanis őrtüzet gyújtottak október 30-án Székelyföldért. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Hát már tavaly is volt egy ilyen rendezvény nálunk, a Székelyföldön őrtüzeket gyújtottak a székelyek a székely autonómiáért, a székelyek szabadságáért úgymond. És mi csatlakoztunk ehhez, és a Történelmi Magyarország Emlékparkban volt olyan szerencsénk, hogy egy szép időben sokan kijöttek, több székelyföldi barátunk, ismerősünk, illetve olyan is, akit nem is ismertünk, eljött ide közénk. Örültek, hogy Magyarországon, illetve a mi környékünkön is van olyan település, ahol őrtüzet gyújtanak, és hát a Történelmi Magyarország Emlékparknak a székelyföldi részén gyújtottunk őrtüzet, és abban is megállapodtunk, hogy ide emelünk majd valamilyen emlékművet, vagy megemlékezést. Valószínűleg tartom, hogy ha sikerül, akkor egy új zászló fog kikerülni oda arra a helyre, egy székely zászlónak a alapjait fogjuk oda lerakni, azért, hogy mindig emlékeztessük magunkat, hogy a Történelmi Magyarország egy pontja, egy jelentős pontja, az mégis Erdély, amely nagyobb, mint a mai hazánk, és ezen a részén ennek az Erdélynek bizony ott élnek a szabad székelyek, akik a szabadságukat és a függetlenségüket soha nem adták fel a történelem során, és nem is fogják feladni, és hát mindig kitartottak mellettünk a székelyek, és nekünk is az a kötelességünk, hogy mindig kiálljunk a székelységért, a székely autonómiáért. Úgyhogy ezt ott megbeszéltük a résztvevőkkel, hogy ezért tenni fogunk, hogy valami más módon is az őrtűzünk kívül ebben az emlékparkban meg tudjunk emlékezni. Ugye az emlékpark eleve azért van, hogy a fiatalságot emlékeztessük rá, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hogyan is nézett ki ez az ország, és én azt gondolom, hogy ebbe a koncepcióban nagyon jól beillik az, hogyha oda egy olyan zászlós emlékművet állítunk, amely a Székelyföld zászlajával hirdeti azt, hogy Székelyföldnek igenis jár az autonómia, sőt, reményeim szerint távlatokban nem csak az autonómia jár, hanem jár az, hogy a testvéri magyar néppel egy közös hazában itt a Kárpát-medencében élhessenek. Köszönjük szépen a beszélgetést még egyszer, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Jövő hónapban, decemberben is várjuk majd országgyűlési képviselő úrt egy ilyen stúdió beszélgetésre, és jó munkát kívánunk önnek. Én is köszönöm szépen a meghívást, és mindenkinek további szép napot kívánok. Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták, további kellemes napot kívánok önöknek, a viszontlátásra!